Nagyon nagy szeretettel köszöntük újra mindenkit, az új évben is jönnek a pontvadászok. Nagyon szépen köszönjük, hogy ennyien megnéztétek az előző adásainkat, a szilveszteri extra kiadást és ennek a versenynek az első fordulóját is, mert hogy Lippi és Kuki továbbra is komoly versenyben vannak egymással, Lippiék csapata vezet, ugye az első fordulót követően 1-0-ra, a tét ugye óriási, hiszen 1 millió forintért küzdenek a srácok, amelyet majd itt a szezon végeztével felajánlanak egy jótékony célra. Jön tehát már is a második adásunk, és természetesen ezúttal is itt van a két csapatkapitányunk, Lippi és Kuki. Lippiék vezetnek, ahogy említettem, ugye az első adást követően óriási ünneplés volt, gondolom, azután a siker után. Hát egy ilyen VB-s Martínez-es bravúrral behoztuk a győzelmet, szó szerint. Nem tudom, hogy ilyen sebeket nem biztos, hogy szerencsés feltépni ebben a pillanatban, még azért frissek az élmények. Ő vagy Martínez? Tessék? Ő vagy Martínez? Elégebb tudsz spanyolul, nem? Annyira argentines szurkoló? Nem. Milyen szurkoló vagy te? Hagyjál már! Ne kezdjél! Picit szomorú vagyok, őszintén legyek. Sőt, nagyon is. De hát ez van. Az előző adás után. Igen. Természetesen, én nem szeretem veszíteni, szóval most bízom a jó barátomban, hogy ő tud mindent, tanult minden, nem is aludt éjszakán. Tudja minden a fociról, én csak lazulok és napozok egyet, jó? Rendben. Csak annyira, mint ma. Kuki jó barátja Molnár Gabó, azt hiszem nyugodtan mondhatjuk Magyarország legismertebb FIFA e-sportolója, aki abszolút témába vágó kérdések megválaszolására készül itt a mai adásban is. Mondjad, hogy igen. Igen. Hogy félnek? Igen. Meglátjuk. Nyilván készülgettem, próbáltam átnyálozni itt az elmúlt 30 évnek a dolgait, de hát hogyha 40, hát akkor melegben leszünk. De megpróbáljuk behúzni ezt a mai versenyt. A másik oldalon pedig itt van Sára Gergely, Gege, akit én szívem szerint azt mondanám, hogy a lehető legmodernebb költő, saját magát kultúrtrógernek szokta apostrofálni, nem tudom, hogy ezt tartod továbbra is. Volt ilyen, igen. Mármint, hogy van egy ilyen számom, és ezt így tartom, igen. És azért a labdarúgás sem beted meg. Igen, igen. Én is szeretem, meg amúgy én is fifázgatok, szerintem az, hogy melyik csapatnak milyen állat van a címerén, azt inkább a fifától fogom megtanulni, mint váronnan másronnan. Na hát, hogy lesznek-e ilyen biológiai jellegű kérdéseink, azt még nem merem így hirtelenjében ígérni és kijelenteni, de akkor kezdjük már is a villámkérdésekkel. Akkor tehát következnek már is a villámkérdéseink, mielőtt belecsapnánk, természetesen egyrészt ugye a szabályok, egyetlen pontot érnek a helyes válaszok, és ahhoz, hogy valaki válaszolhasson, először is ugye előbb kell megnyomni a gombot. Próbáljuk, hogy működnek-e tényleg gyorsan, mielőtt. Gábor? Nem, már gyakoroljuk egyből. Na. De csak egyszer működik. Egyszer van csak? Egyszerre csak egy. Lehet, hogy soha többet nem is fog már bekapcsolni. Na, tessék, jól van. Jó, nyugodtak, Lippi, nálatok működik? Ha akarod nézni a múltkoriak után. Tökéletes, sokszor. Ez gyanúsan működik. Ezen buktuk el az előzőt. Ja, Lippiék most kicserélték a kettőt az előző adás után. A lényeg tehát, hogy minden helyes válasz egyetlen pontot ér, és hogyha valaki rossz választ ad, a másik csapat még természetesen rabolhat, úgyhogy ha mindenki harcra kész, bele is csaphatunk. Nézzük akkor az első kérdésünket. Melyik klubcsapat adta a legtöbb európai aranycipős játékost? Cipelünk, nem? Nem mindegy. Na. Madrid? Sajnos nem. Ne hazudj nekem? Énkor mi jár... Nem sajnos, de nem. Énkor mi rávághatjuk a helyet. Abszolút. Barcelona. Ennyi. Te kopiznak engem, Spanyolország, tényleg. Mondtam volna a Barcelona, mondtak volna a Madrid. Hát ez amit a kívánatokat nyertetek volna. Biztos, hogy jó az információ, de Madrid, tényleg? Ezt még nem merem kijelenteni. Mondd meg nekem, hány az első adásunk után? Nem, Messinek van most azt hiszem 6 vagy 7 aranycipője, az biztos. Legalább. Neki nagyon sok van. És akkor még nem a francia érába szerezte őket. Batorsági. Nézzük a második kérdésünket. Hány gólt szerzett Magyarország a 2016-os Európa bajnokságon? Megy a kattogás mindenkinek a fejében, számolni kell az eredményeket. 8? Nem. Hány gólunk nekem, magyarok? Kevesebb. Egy a francia kérdés. 2016? Egy. 6. Na, így van, 6-ot. És itt számolom is. Ne elsőssze. Semmi, nem vagy. Nincs ebben. A következő kérdést nyugodjatok meg. Kit választottak a 2020-as Európa bajnokság legjobb játékosának? Amit a 21-est. Amit 21-ben rendeztek, így van. Hú. Kik voltak döntők? Nem is emlékszem. Mert ki nyerte? Jorginho. Nem. Nem á. Ki nyert 2000-ben? De nem az. Olasz-angol volt. Hát nem Verratti, ez biztos, mert csak ő közös pálya.
Egy olasz akkakerod legyen, nem? Jó helyen kapis, Gábor. Na, nyilván. Figyelj, figyelj, melegszik, melegszik, egy olasz. Mondjatok egy olasz kapit Donnarumma. A kapus, Donnarumma! Gyönyörű megoldás, gratulálok! Epot. Nice. Szerintem ez viszonylag egyszerű kérdés lesz, melyik két csapat vívja a Mercy Party derbit? Everton Liverpool. Kiváló a válasz. Gábor. A Paris Saint-Germain mellett melyik francia csapat tudott még 10-szer bajnokságot nyerni? Lyon. Nem nyert. Marseille? Nem nyert. Saint-Étienne. Tényleg, mert Saint-Étienne. Ezt mondtam volna. Igen? Tényleg. Szégyenem magam. Hát milyen francia vagyok én? Hány csapat szerepel a Bundesligában? 18. Így van. Nem sok feltegyem ezt a kérdést. Ki nyerte az 1998-as világbajnokságot? Mondjad. Mondjad. Franciaország. Így van. Már néztetek volna mi. Kamuy maga biztos Brazíliát mond. Ki nyerte a 2016-os Európa-bajnokságot? Tudom. Európa-bajnokság? Portugál. Így van. Melyik ország válogatottjának volt a szövetségi kapitánya, Sir Alex Ferguson? Micsoda? Sir Alex Ferguson. Skócia? Így van. Gabor! Hoppá! Na, csak készült azért ez a srác, látod. Látszik is, büszke vagyok. Kezdünk melegben lenni. Viszont. Melegben lesz a következő válaszunk is. Melyik olasz város csapata a Láció? Roma. Így van. Mi ez a reakciód? Esport. Gabó nagyon jól tud. Hány szezon töltött a másodosztályban a Ferencváros? 2. Egyet? 3-at. Melyik csapattól igazolt Kylian Mbappé a Paris Saint-Germainhez? Nem szólalt meg. Láttam. AS Monaco. Így van. Mondom, lazulok, én napozok. Melyik két ország rendezett először közösen világbajnokságot? Világbajnokság, az azt hittem Európát. Rögtön utána volt, úgyhogy nem kell messzire menni. Ajj. Mit rögtön utána volt? De az nagyon rég volt. Idő? Nem tudom, hogy mondj valamit. Nem tudom, Hollandia. Az nem is, az EB megint. Gabo? Dél-Korea, Japán. Így van. Ugye 2000-ben volt a holland-belga közös rendezésű ebbe, és rögtön után ez a világbajnokság. Szép volt. Elvittem. Ha már világbajnokság, melyik ország játszotta a legtöbb döntetlent a labdarúgó világbajnokságokon? Döntetlen. Hát random. Mondj egy random ország. Olasz. Így van! Az szép Katerácsó. Volt, az óriási. Ennyi. Tudjátok, mikor nyertek olasz csapat utoljára olyan mérkőzést, amit nem kellett megnyerni, úgyhogy... Ennyi belefér. De a lottó nyerőszámokat most. Jó. Vagy mondj itt, mondj egy jó fogadást. Felírom neked a bögrét. Jó, ide, mindenképpen. Az óriási volt. Kit választottak az év legjobb afrikai játékosának 2022-ben? Mané. Így van? Alakul ez, kezdtek feljönni. Lassan. Melyik két csapat vívja az észak-londoni derbit? Arsenal Chelsea. Nem nyert! Arsenal West Ham. Mester! Yes. Tatenem, így nem van. Nem kapunk pontot? Nem van. Bocs, tudtál. De ezért csak szerencséből kitaláltam. Miután kétszer hibáztatok. Bocs, földrajzból. Én sem vagyok otthon benne. Jön Diego Maradona kezezős gólja. Melyik országban rendezték az 1986-os világbajnokságot? Mexikó. Így van? Jó. Kicsit közelebb jövünk az időben. Kit harapott meg Luis Suárez a 2014-es világbajnokságon? Giorgio Chiellini. Így van? Milyen poszton játszik Szalai Attila? Középhátvéd. Kiváló válasz. És akkor zárásképpen itt a villámkérdéseink között. Melyik francia klubban játszott 2016 és 2018 között Lang Ádám? Lang Ádám. Mm-hmm. Francia szabályát szó? Ligue 1 vagy Ligue 2? Roncsák el, és meg utána mondom. Volt Ligue 1-ben is. Metz? Mondd meg, Gabor, Metz, nem? Nem nyert. Nem van. Tehát most már bármit mondhatok igazából, úgyhogy nyomjatok rá egy francia városra. Mondj egy PSG. Nem, az nem jó. Reims, nem tudom.
Dijon. Ezzel ért véget a villámjátékos körünk, nem már is folytatjuk a feleletválasztott kérdésekkel. Azt hiszik, hogy videót forgattunk el, és fogalmasom. Kezdődik már is a második körünk, ahol a feleletválasztós kérdések érkeznek. Tehát nem mondanám, hogy szoros a helyzet, hiszen 12-4-re vezetnek Kukiék az első kört követően, úgyhogy Lipiék előtt a lehetőség, hogy megkezdjék itt a második körünket. Amit nagyon fontos tudnotok, hogy minden helyes válasz alapból 3 pontot ér, de hogyha a csapat a saját kérdésére nem tudja a választ, akkor a másik csapatnak is van lehetősége rabolni ebben az esetben 1 pontért majd. Jön tehát már is egy nagyon fontos kérdés a számotokra. Hány gól esett összesen a 2020-as Európa-bajnokságon? 142, 147, 152 vagy 157? Hol azt eltaláltad simán az előzőben? Legyen 147. Közel volt, de nem. Nem mondd el, hogy közel volt, most így kilőztem. Összes közel van hozzá, úgyhogy nehéz belégyőli. Persze. Hát ha közel volt, akkor vagy ez vagy az. Igen. Hát akkor igen. Első megérzés. Ha lehet. 142. Kiváló a válasz. Jön akkor az első kérdés Kukiéknak ebben a körben. Hányszor nyert Sir Alex Ferguson a Premier League-ben a hónap legjobb edzője díjat? 19-szer, 22-szer, 27-szer vagy 34-szer? Mióta van ez a díj? Hát a Premier League-ben, amióta a Premier League, tehát az 92. Hány évig volt ott? Akkor már se született. Sokáig. Hát 92, ez 2010. De akkor ez evente jött az a ízi a stádiát, ugye? Nem, havonta van. Az a hónap edzője. Hónap edzője. Hú! Gabi, jó kezdte a számolgatást. Rápróbálunk 34-re. Nem nyert sajnos. Közel volt? Vagy távol? Itt is mindegyik válasz közel van hozzá, úgyhogy... Hát, nekik bejött akkor 27. Nektek is bejött. Egy újabb pont Lipiéknek. Újabb az első. Jön akkor nektek a következő kérdés. Hány gólt szerzett a világbajnokságokon a gólrekorder Miroslav Klose? 15, 16, 16. 17 vagy 18? Várj, de biztos. 16. Kiváló válasz. Mitől voltál ilyen biztos ebben? Szép. Most a kocsiban 3 óráig néztem a statisztikákat, ez volt az első, ami szembe jött. Nem, ezt az egyet vágom már ugye most. A VB Ronaldo ugye 5 után, ő sikerült, és aztán neki van 8, úgyhogy dupla annyi. Szép. Két Ronaldo, egy Klose. 16 volt. Így. Uh-huh. Hány éves volt Norman Whiteside, amikor a világbajnokságok történetének legfiatalabb játékosaként pályára lépett? 15, 16, 17 vagy 18? 17-18 szerintem kiesik, mert különben nem tudnánk róla. Vagy ez, vagy ez? Szerintem ő nem, ez nagyon íze fiatal, nem tudom. Ilyen északír volt? Vagy milyen? Ilyen keresztkérdésekre? Nem. Aztán adagolsz egy kis infót megint. Most ugye a mostani VB-n 18 éves volt a franciáknál. Volt egy ausztrál srác is, aki nagyon tínédzser volt. És ő volt most a VB-n a fiatal. Ez nem olyan extrém, nem? Vagy? Hát meg világbajnokságot ilyen nagyon régóta rendeznek. Gondolj bele, valaki nem volt meg létszámban, behívták valakinek a fiát. Na de most messze vagyunk. Nem tudom. Jó, 16. Nem nyert. Tudtam. Jó, várjál. 17 évesen, meg nem tudom, 276 naposan Pelé lőtte a gólt a VB-n. Biztos, hogy 15. Biztos, hogy 15. De szép. Várjál. De biztos, mert most azon gondolkozom, hogy mi van, hogyha, hát hogyha csak napban volt kevesebb, érted, hogy 17 éves, 2 napos. De nem, de hát az nem lehet. Bízom benne. 15. Nem, jó kapja vizsgált egyébként, mint alapvetően 17 éves a Norman Whiteside. Na most egy pont kitérre. De jó, már is akkor a lehetőség, hogy javítsak, hiszen a következő kérdés a tiétek. Ne, francia kérdés. Melyik csapat áll a világbajnoki szünet alatt a Ligue 1 második helyén? A Rennes, a Lens, a Marseille vagy a Monaco? Monaco. Nem. Nem, hát kikapta a Fradito, olyan gyászok. Bocsánat, igen. Nem lehet ilyet mondani. Hú. Nem is ismerem. Második hely. Nem is nézem fel. Az elsőt tudod mi? Vagy Lens, vagy Marseille. Ez a kettő Marseille között. De várjál, Marseille sokáig nem volt jó, de figyelj, megállgatom Gabor, akkor legyél a zenefelünk Marseille. Nem, a Lens. Tudtam, hogy Lens. A legszebb az, hogy az előző adás felvételben beszélgetetek is ugye róla itt a szünetben. Akkor... Nem baj, Gabor, te nem ügyes vagy. Ne viccelj meg. Már is, akkor viszont a következő kérdés Kukiék számára. Ki lett a gólkirály a 2020-as olimpiai játékok labdarúgó tornáján? Matheus Cunha, André Pierre Gignac, Takefusa Kubo vagy Richarlison? Szerintem ő. Ez Mexikóban? Most. Tokióban. Tokióban? Olimpia. Kik nyerték? Szerintem Gignac, André Pierre Gignac. Hát nem.
Ez olimpia volt. Toljuk rá, hát most mindent. Richarlison. Kiváló válasz. Szép volt. Tudom, csak az pont az úszás. Kezdek ideges lenni. Jön az előző adásból is az egyik kedvenc kérdésetek. Az alábbi labdarúgók közül kinek van a legtöbb követője az Instagramon? Papu Gomez, Zlatan Ibrahimovic, Serge Gnabry vagy Harry Kane? A Zlatan. Nagyon jó válasz. Ez milyen kérdés? Ez jó volt ez. Nyára gondolom, ez kicsit az előző, az előző adásban izé volt. Obameyang volt a nyerő, de csak ő volt a futai. Most nem mondok ki. Az alábbiak közül ki volt a magyar labdarúgó válogatott szövetségi kapitánya 2008 májusa és 2010 júniusa között? Egervári Sándor, Ervin Kuman, Pintér Attila vagy Lothar Matthäus? Egervári nem. Mert ő 10 után volt, Pintér nem. Matthäus korábban volt, szerintem Kuman. Várjál egy picit, miért ne tudom még egyszer, mondd meg a datum? 2008 május és 2010 júniusa között. Ez már jó régen. Hát figyelj, ez a te országod, a Magyarország. Ervin Kuman. Kiváló válasz. Végre. Na, ez most jól esett nekünk. És ezzel már is a feleletválasztós kör végére értünk. A második kört követően kicsit szorosabb lett a helyzet, Kukék előnye azonban még mindig 6 pont 18-12-re vezetnek, úgyhogy ebben a körben is Lipjék kapják. Az első kérdést itt ugye igaz-hamis kérdések jönnek, tehát ennyit kell csak megállapítanatok arról, amit mondok nektek, hogy igaz vagy hamis-e. És akkor kezdjük rögtön megint egy francia kérdéssel. A Paris Saint-Germain 10-szeres francia bajnok. Igaz vagy hamis? Szerinted Paulieto tudná. Fogalmas. Nem vagyok benne biztos egyébként. Felért több. Nem. Tehát hamis. Hamis? Hát pedig ez igaz volt. Miért nem kaptam azt a kérdésén? Hát látod, éppen már ilyen füstöltem, annyira tudtam a választ. Ha nem ti vezettetek volna, akkor most nem mondhattad volna. De cserébe akkor viszont. A következő kérdésünk. Magyarország 1950-ben bukta el az NSZK elleni világbajnoki döntőt. Igaz vagy hamis? Te figyelj, már francia vagyok. De Gabó nem. Mondjuk, és már mondta is a választ. Ezek hamis. 54. Így van. Gabor! Hát ez alapkövetelmény. Egészen konkrétan. A 2010-es világbajnoki döntő győztes gólját Fernando Torres szerezte. Hamis. Iniesta. Kiváló a válasz. Easy. Az olimpiai játékok labdarúgó tornáinak érem táblázatát Magyarország vezeti. De miért nem kapunk egy francia kérdést? Ne arra gondolom, hogy most kicsit érzem egy velemi szabotázs itt, komolyan mondom. Majd. Mi volt a kérdés? Olimpia? Ugye az olimpiai játékok labdarúgó tornáinak érem táblázatát Magyarország vezeti. Azt hiszem, azt is hozzá kell tenni, férfi labdarúgó tornáinak érem táblázatát. Hamis, hamis. Bocsánat, nem mondd meg, hogy igaz. Pedig igaz. Bizony. Hol, mikor, kik azok? Három arany, egy ezüst, egy bronz. Na ne csinálj, mint egy kicsit! Pedig azért ez legalább olyan fontos, mint az 54-es dátum. Na de! Clarence Seedorf 4 különböző klubban is megnyerte a Bajnokok Ligáját. Igaz vagy hamis? Lehet, fel tudod sorolni? Dehogy, de biztos igaz. Dehogy igaz. Ne értem, hárommal. Ajax, Milan, Real Madrid. De ha mondod a negyediket, akkor megkapjátok a pontot. Manchester United. Rosszul igazoltuk. Most. Dánia 1996-ban szerzett Európa-bajnoki címet. Nem. Nem. 92. Gábor, figyelj, annyira magabiztosban vagy, hogy nem is merem mondani semmit nekem. Akkor 92. Így is van. Nem is tudtam, hogy voltak valami korbajnokok. Strandról hívták be őket, Jugoszlávia helyett, nem? Nem ez volt a mondás? Olyan, egészen konkrétan. Meg se születtem szépen. Még. Én már nem ügyes voltam még. A következő kérdésen nem menjünk ennyire történelmi távlatokba. Földhöz vágta, mint a zsíros kenyeret, nyilatkozta Ádám Martin. Böde Dani nyilatkoztál. Azt hiszem, ez egy túl egyszerű kérdés, és volna pont ugyanúgy jár érve. Akkor a Kuki nagy örömére egy német kérdés. Achtung! Oliver Kahn a német válogatottsági rekorder. Igaz vagy hamis? Új, ez lehet, hogy igaz. Oliver Kahn sokáig volt bent. De csak a Németországról beszélünk. Egy dinozóf volt, egy másik kapus, aki van. De nagyon sok. Ez a kérdés sokszor volt benne válogatott játékos, ugye? Ez volt-e nála többször német válogatott játékos? Basszus, jó, hát nyilván most visszamenjünk 1902-ben, azt nem fogom tudni. De az nem kell addig visszamenni. Mi? Nem kell addig visszamenni. Nagyon sokszor volt Oliver Kahn ott válogatott kapus. De figyelj, Gábor, annyira jó nem vagy. Nem tudom, mert annyi jó játékos volt a németeknél, tényleg itt most a Matthäuson gondolkodok. De mint kapus, ugye? Ő kapus volt. De nem az a kérdés, hanem hogy bármilyen poszton.
De várjál, egy kapus sokig többet tud lenni, mint egy játékos középpályán. Vagy jó, csak volt még ott egy köpke, meg volt még ott egy pár kapus. Ne balogass, hogy csak kapusgálsz végül is. Jó, de ne balogass, ez azt jelenti, hogy most egy kicsi pszichológuson gondolkodunk, pszichi. Bologatott? Én bologatott, szóval egy csendes igazod van. Volt kapus előtt? Figyelj, te most csendben hoztad minket most, mi sem azért te beteszed tényleg a halóban, ha tudod, tényleg. Én már meg is fordulok, meg sem szólalok. Ez a csapda, hogy mindenki mondta volna, mint én, hogy igen, mert őre egy kapus, a többi. Jó, hát akkor Gábor azt mondta, hogy... Hamis. Mert hogy Lothar Matthäus a német válogatottsági rekorder. Gyerekek. Mindenféle kvízkérdéseinket követően 27-18 az állás kukiék csapataja vára, úgyhogy jelentősnek tűnhet a különbség, de hát a játékjavon még természetesen csak most következik, de azért tényleg egy első ránézésre ez egy egészen magabiztos előny. Ti is így érzitek? Hát figyelj, nekik van 9 pont különbség a bajnokságban, ez sokat, ez sok. Szóval ne kezdjünk mondani, hogy most kezdjünk izgulni, mert jön egy másik, hogy hívják ezt, játék. Azért ez egy szép előny. Na, így van. Kicsit izguljak ott szemben. Nagyon szép előny, 9 pont, ez nagyon sok. Halljátok, sok. De nincs vesztenivalónk. De vezetünk van. Ugye az egész játékba, itt meg csak felhozzuk őket. Jó. Húzhatnak egy mínusz 8-ot most is. Persze, felhúzzák ezt. 9 pont nagyon sok. Jó, de a büntetőt be kell verni, tehát az nem olyan, hogy el lehet lazázni, főleg most a VB után, meg az EB után is, ott is rengetegen kihagyták, úgyhogy mi abban reménykedjük, hogy most behozunk titeket. De kiről beszélsz most, hogy sokat kihagyták a 11-esek, kik azok? Hát, brazilok. Mondd csak tovább, igen. Marján. Finnek ott voltak a VB-ben. Daragán mikrofon volt. Ékorong világbajnokság. Igen, brazilok. Kitörnek a belvilogások, szerintem inkább sorsoljuk, mert hogy természetesen mielőtt folytatódna a küzdelem, és jönnének a büntető rugások, azt is el kell dönteni, hogy ki milyen labdával vagy eszközzel fog rugni majd. Lipiék vannak ugye továbbra is hátra, hogy húzatok ti először. Itt vannak a lehetőségek. Mondták. Parancsoljatok. Hát az unicorn. Az jó lesz. Vannak a szokásos választásnál. Ez vaslabda. Hú, nem hiszem benne kormány. Na, akkor viszont... Létezik? Kezdjük is Gegével, hogy Lipi már mutatja is, hogy nála van a strandlabda. De Geginek pedig a gumilabda. Én gumilabdát kaptam. Ezek egészen jó választások. Nézzük, mi van Gabónál. Unicorn is. Szép! Ti ragaszkodtok ez az unicornishoz. És egy minilabda, az se olyan nagyon rossz szerintem. Na hát egészen ígéretesnek tűnik akkor ez a büntető párba is, nem sokára ezzel folytatjuk. Elérkeztünk a játék csúcspontjához, következik a büntető párbaj. Nem tűnik annyira szorosnak a helyzet, de még rengeteg pontot lehet majd szerezni a játéknak ezen szakaszában is, hiszen 9 pont egyelőre kukiék előnye, 28-17, nem, 27-18 az állás az ő javukra, és Gege már is itt áll, hogy a pöttyös labdájával... Azt mondod, nem? Nem ittam. Vizet sem, semmit? Egy kicsit abból. De akkor kellően hidratáltan állsz oda a labda mögé, ez a lényeg. Amit nagyon fontos tudnotok még az, hogy ugye a kapu közepébe érkező labdák egy pontot érnek, az alsó sarokba érkező lövések hármat, a felső sarokba érkezők pedig ötöt, úgyhogy tényleg bőven van még esélytek ledolgozni a hátrányokat. Hátrányotokat nézzük akkor az első három büntetőt. Ez nem árunk köt, én vagyok a kapus, figyelj! Jó! Még első lövés a kapu mellé érkezett sajnos. Argentina is a fél időben. Még vezetett, aztán jöttek a szaudiak. Persze. És kész, ennyi volt. Jön a motiváció, hallottad, közel vagyunk. Gege második próbálkozását. Okosban. Megy a taktika. Nincs jó más. Nyugodjon meg. Egy pontra menj rá, Gege, egy pontra. Mert van? Majdnem sikerült egy hármat összehozni, de ez is kimaradt. Úgy is kihúzzák a pontot. Úgyhogy Gege három próbálkozásából nem sikerült pontot szerezni, már is jönnek mindjárt kukiék. Nézzük akkor kuki lövéseit a minilabdával, és főleg a cipőre hívnám fel a figyelmet. Figyelj! Az a cipő, ez egy aranycipő, jó? Figyelj, utánozom, nem már, figyelj, a 11-es, az 1-es pont próbálok. Jó, akkor kicsit lassabban lesz. Amúgy nem volt rossz, azt hozzáteszem. Figyelj, ez már nagyon erős. Nézzük ez a második lövését. Az már is 3 pontot ér. Hány pont? Szép volt. 3. Még mindig nevetsz a cipőm után? Én nem nevettem az előbb sem. 3 pont van, Gabor! Halad? Tehát 12 pont a különbség már kukiék javára ezzel. Kell még. Fejketek. És egy biztonsági lövés középre. Jó. 13 pontra nőtt át a különbség. Szép. Jó, Lipi. Figyelj! Szép volt.
Ja. Piroslap! 13 pont, tehát a különbség így jön Lipi a strandlabdával. De csalás, ez be se fér a lyukba. Nagyon jó. Mondjuk ezt már más. Zavar meg őt, figyelj, várja, ez biztos zavarja. Mondd abot, zavar! Nem volt rossz próbálkozás. Kapu fal, fél pont. Veszélyesebb volt, mint a kapura. Oda nem fog bevenni, ez csak középre, Lippi, egy pontok, tutizd be. Nem, hát most már minek? Zavar meg, figyelj. És ott benni is van egy pontért. Jogi, gyerek. Már is csak közte 8. Jogi, behozzuk az unikornisig. De már csak egyetlen próbálkozásom a Lipinek is. Szóval nyertünk, feleséggel és rúgcsok szólok. Minek? Nem lehet ilyen dupla vagy semmiben játszani. Nem, úgyse fog sikerülni, most figyelj. Nem fog sikerülni. Legyen flagmátos. Nem fog sikerülni, fel, ne labla. Labulás próbálkozás. Értékeljük, de a művészi pontszám sajnos nem segít rajtuk. Háj, gyerekek, tanzd meg be a labba. Jó volt, jó volt. Köszönöm szépen, nincs más. Szép volt. 31-23 az állás, és akkor jön Gabó utolsó három próbálkozása az unikornissal. Gyerünk, Gabor! Megcsinálod! Mondom, bemegy! És már is egy pont az unikornissal, sőt, egyből három. Három pont ez az, vigyázz, én szamolok. Jön a második lövés. És megvan! Óriási, így bepattam neki. Lippi segített amúgy, hogy akkor a unikornissok farkánál kell itt eltalálni a dolgokat, de hát a technikát ezt nyilván ezt én rúgom. Nem, persze, egyébként. Na nézzük akkor Gabó utolsó próbálkozását. Ezt most éppen kiszedte a háló, de így is 6 pontot sikerült összeszedni az unikornissal. Most már tényleg a játék utolsó szakaszához érkeztünk, 37-23 az állás Kukiék csapata javára, de még semmi nem dőlt el, mert itt van a borítékban sok-sok plusz és mínusz pont, ráadásul a srácok még azzal is játszhatnak, hogy maguknak vagy az ellenfél csapatának húzzák-e majd ki itt az itt szereplő pontokat. De mielőtt ebbe belevágnánk, meséltek egy kicsit, hogy éreztétek magatokat a játékban. Azt kaptad, amit vártál tőle előzetesen? Igen, király volt. Nagyon gyors voltál a izéknél, a villámkérdéseknél, úgyhogy, de amúgy jó volt, igen. Hát Gabó, meg figyelj, tehát akár villámkérdésekről legyen itt szó, vagy kvízkérdésekről, akár itt az unikornis rúgásról, mindenben azt gondolom, hogy kiváló formát mutattál. Hát és erre aztán nem lehet mondani, hogy készültem erre az unikornisos rúgásra. Én is meglepődtem itt az adás elején, amikor mondtátok, hogy ez lesz a feladat, és valamiért éreztem, hogy mondom, én leszek az a bal szerencsés, aki ezt kiválasztja, de hogyha jól számoltam, akkor én hoztam a legtöbb pontot, szerintem a... Igen, ez ugyanús ebben. Kapura rúgásból. Összességében örülök, és örülni fogok, hogyha sikerül ezt a borítékos egyetemi tételesztorit így tovább vinni, meg kihúzni, meg megúszni. Gegéknek tehát 14 pontot kellene ledolgozni itt még valamilyen varázslatos módon, hát akkor csapjunk is bele, válaszolj borítékot. Kérlek, először bocsánat, azt mondják, hogy magadnak vagy az ellenfélnek. Magunknak. És ez lesz a plusz 13-as. Minusz 10! Még várj egy kicsit, kérlek, vele Gabó, te is húz egy borítékot, és mondd el egy magatoknak, hogy... Nyisszét, nem látszik belőle semmi. Jó, amúgy nem kell, mert a legfelsőt akartam. Magadnak vagy? Akkor én is magamnak. Na jó, akkor igen, mutasd, mi van a borítékodban. Plusz 13 pont egyből. Én megmondtam. Egyetlen pontra csökkent a különbség. Na ne. Plusz 7 pont, ami azt jelenti, hogy nem baj. 8 pontos győzelme sikerült végül is Kukiék csapatának begyűjteni, ami azt jelenti, hogy egyenlítettek az összesítésben, hiszen ugye egy-egy az állás most már itt az örök rangsorban. Mi csak arra biztatunk ezután is mindenkit, hogyha tetszett a játék, létszi, nyomjatok egy lájkot erre a videóra, és hogyha esetleg kíváncsiak vagytok a korábbi pontvadászokra, akkor nézzétek vissza az Unibet Magyarország YouTube csatornáján, és hogyha a következőről sem szeretnétek lemaradni, mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára. Köszönjük, hogy itt voltatok, sziasztok!